Két évente kerül megrendezésre a Magyar Aeroszol konferencia, melynek 13. alkalommal Pécs először adott otthont. A rendezvényen a magyar aeroszol kutatási témával foglalkozó tudósok, hallgatók gyűlnek össze, tájékozódnak egymás eredményeiről. A konferencia témái átölelik a teljes aeroszol spektrumot, mely több aspektusból is vizsgálható terület. Mindenképpen fontos, tehát ugye ez nagyon sok témát fog át, és ezek mindenképpen ugye napjainkban nagyon fontosak, ugye legyen szó éghajlatváltozásról, legyen szó akár a környezetszennyeződésről, vagy akár a gyógyszereknek a formájáról, hogyan lehet minél hatékonyabban ugye bevinni az emberi szervezetbe. Tehát ezek mind olyan témák, amelyek napjainkban nagyon-nagyon fontosak, és hát reméljük, hogy ennek megfelelően az eredmények is minél előbb hasznosításra kerülnek. Az idei esemény alkalmat adott ugyanakkor a légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése, a légköri víz aeroszol kölcsönhatások figyelembevételével című projekt indítására, valamint a Zsigmond Richárd díj átadására, melyet Pósfai Mihály, a Pannon Egyetem egyetemi tanára kapta, az aeroszol kutatás területén elért, nemzetközi szinten is kimagasló eredményeiért.